Köszöntöm Önöket! A mai adásban utána járunk, hogyan készül mindenki kedvence a focilabda, és nem is akármilyen labda, hanem az aranycsapat által is használt, hagyományos bőrlabda nyomába eredünk. Jöjjenek velünk! Sziasztok! Köszönjük szépen! Ismeritek ezt? Tudjátok, hogy mi ez? Kosárlabda! Nem? Így van, focilabda! Focilabda, bizony ez focilabda. Szerintetek ki használta? Kik játszottak ezzel a labdával? Nagyokkal! Régen játszottak ezzel a labdával, ti tudjátok ez hogyan készült? Tippeljetek! Bőrből! Így van! Bőrlabda! Mi most megmutatjuk ezt hogyan készült, ti pedig egy kicsit focizatok ezzel. Kipróbáljátok? Igen! Bizony a legkisebbek igen jó megfigyelők. A futballlabda az 1960-as, 70-es évekig valóban úgy nézett ki, mint a mai kosárlabda, röplabda vagy épp vízilabda, azaz hosszúkás szeletekből varták össze. A sokáig uralkodó fekete-fehér 5, illetve 6 szögekből vart gumibelső, szelepes bőrlabda csak az 1970-es világbajnokságon jelent meg, de gyorsan elterjedt az egész világon. Bár napjaink focilabdái gépek által ragasztott szintetikus anyagból készülnek, a bőrlabdák iránt is van kereslet, ezeket pedig még most is kézzel varják, legnagyobb részüket a Távol-Keleten. Az olcsó munkaerővel pedig nehéz versenyezni, így idehaza elég sanyarú helyzetben van a labdagyártás. Már csak egy helyen, itt a Pest megyei Gödön készítenek focilabdát. Érdekes módon a hagyományos puskásék idejéből származó bőrlabdák iránt növekszik egyedül a kereslet. Különösen a németek kedvelik ezt a típusú labdát, állítólag azért, mert ilyennel vertek meg bennünket az 54-es VB döntőben. Ez fájó emlék, ám az aranycsapat révén azért főként győzelmek fűződnek ehhez a labdához, elég csak az évszázad meccsére az angolok felett aratott 6-3-as londoni diadalra gondolni. A Gödi üzembe természetesen még visszatérünk és megmutatjuk, hogyan készül ez a nosztalgia labda, ám haladjunk szépen sorjában. A bőrlabda gyártás technológiája bár korszerűsödött, alapvetően nem sokat változott az évtizedek alatt. A bőr előkészítése a bőrgyárban történik. Magyarországon már csak egy ilyen működik, ezért jöttünk ide, Simontornyára. A bőrlabda gyártás első fontos lépése a cserzés. Az előzőleg lenyúzott, letisztított, előcserzett, kiáztatott marhabőrhöz ezekben az óriás hordókban adagolják a növényi és ásványi cseranyagot. Ezek az anyagok képesek a bőr fehérje szerkezetével kapcsolatba lépni, így erősítve annak fibrilláris, azaz rost szerkezetét. A cserzett bőr azért jobb, mert ellenáll a mikroorganizmusok enzimjeinek, nem rothad és vízzel érintkezve kevesebb nedvességet szív magába. Régebben természetes anyagokat, csertölgyet, cserszömörcét használtak, ma már szintetikusakat. A cserzés időtartama nagyjából 2 óra, utána a vizes öblítés következik. Én nyugodtan beleállhatok, tehát nekem nincs vele bajom. Ne álljanak bele. Bemehetünk. Hát nem az, hogy elállik a cipője, nem állik el. Maga cipője nem állik el? Azt mondta nekem, hogy ez nagyon jó cipő. Ez nem állik el. Itt készült? Itt készült, igen. Enyém jó? Magáé is jó, csak nem tudom, hogy meddig bírja a vizet. Bőr ez is? A bőr, a minden bőr. A Trabant is autó, meg a Lamborghini is. A cipők Lamborghiniének tulajdonosa Keresi János, ő a simontornyai bőrgyár vezetője. Itt valaha 1500-an dolgoztak. A bőripar hazai állapotait jól jellemzi, hogy ma már csak 20-an vannak. Bár a létszám megcsappant, azért készül még itt alapanyag szíjhoz, medicinlabdához, és mint láttuk, kiváló cipőhöz is, és természetesen focilabdához. A cserzésen és az öblítésen tehát túl vagyunk, ezt követően a bőröket egy speciális gép segítségével megszabadítják víztartalmuk nagy részétől, és jöhet a faragás, vékonyítás. Ez a vastagság mérő olaszul kalibrának hívják, az azt jelenti, hogy a bőrök vastagságát ezzel tudjuk kontrollálni és beállítani. Jó, mérem, 2,5 mm, ugye? Ez 2,5-3 mm, itt megtetszik mérni, itt legalább 3 mm. Jól mértem. És az állatnak a különböző részein különböző vastagságú a bőr? Különböző vastagságú a bőr. Hol a legvastagabb? A legvastagabb a faránál és a nyakánál. Jó, elviszem. Tetszik mérni.
a legvékonyabb pedig itt a lágy rész. Ha megmérjük, alig van 2 mm. Aha. És a focilabda melyik részből készül? A focilabda az egészből készül. Na akkor ezt már mérhetjük? Ez jó? Igen. Mennyinek kell lennie? Ez 1,8-2 mm. 1,8 és 2,2 mm. Na megnézzük, hogy dolgozott a kolléga. Meg lehet mérni. Hát ez sok. Nem sok? Nem. Ez 2. Miért 4 kell, tessék? Tehát nem mindegy, hogy tartja a mérőt. A mérőnek van egy rugónyomása, ami állandó. Tehát a emelentyűről leveszem a kezemet, és ráengedem lazán a rugót, nem csattogtatva, és az adja meg a hiteles mérést. De fönt a laborban van egy mérő, amit nem tud semmivel befolyásolni, elengedi, és az én elhiszem magának, jó? Megmutatom, ha kell, van laborban. A faragást követi a festés, erre a célra ismét óriás hordókat használnak. Barna színre festjük a nosztorgéllabdát, a medicinlabdát pedig dohánybarnára. Ez már festett bőr, és még mi van vele? Ez festett bőr, most van beégetve, impregnálva a zsír bele. A zsír az azért kell, hogy ne legyen ilyen száraz, ugye? Ne legyen száraz, meg vízhatlan is legyen. Na most, ha a vízhatlanság, ugye azért terjedtek el mostanában ezek a műanyaglabdák, meg a szintetikus labdák, mert ugye a bőrlabda az nagyon fölveszi a vizet. De miért nem csinálnak olyan bőrlabdát, ami víz? Mert nem akarják megfizetni azt az árat. Ugye az nagyon drága. Nem lenne nagyon drága, mert annak a labdának az érettartalma X, a másik bőrből... Másik bőrből... Vízilabda is bőrből van, azt mondja. Csinálnak normális bőrből labdát, az pedig X a négyzeten. De fogyasztói társadalmat élünk, és az a lényeg, minél többet adjanak el, és minél inkább olyan minőségben, ami még kezelhető, de nem biztos, hogy örökké tartson. Ezután az úgynevezett taszítás következik. A bőrt acélhengerek között engedik át, így kisimul, a gyűrődések eltűnnek a felületéről. Ezen lépés előtt a jobb kezelhetőség és a könnyebb további megmunkálás miatt az egész marhabőrt ketté vágják. Egy felnőtt marha egyébként körülbelül 4-5 négyzetméteres bőrfelülettel rendelkezik, ennek nagyjából 80%-a hasznosítható a focilabda gyártáshoz. A végén mi is lemérjük, hogy milyen hatékonysággal dolgoztunk. Majd nézze meg, tehát itt a lába egy kicsit gyűrött, ilyen a gépből. Bocsánat, itt van egy kis hiba, nem? Nem, a zsír rajta. És itt ez? Az a hiba. Ezt a vágóhíd? Nem, ez az állatnak az élő életében történt, valami megsértette. Neki ment biztos a... Valami... Kerítésnek. Neki nem a kerítés nem csinálja, tehát egy kiálló tárgy lehet, egy vasdarab, vagy valami, vagy szállítás közben, amikor vitték a vágóhidra, mert a kerítés szegény. Nem csinálja. A kerítés úgy néz ki, mint a macsakaparát. Aha. Ja, hogy így meg tudják állapítani, mi lehet? Persze. Akkor ezt javítani kell valahogy majd. Ez nincs javítva, hát azért bőr... Olyan levágják. Nem vágjuk, mert kikerülik a szabásnál. Olyan bőr, ami hiba nincsen, olyan nincsen, mert az műanyag. A mellény az akár itt is készülhetett volna. Persze. De egyébként egy ilyen bőr mellény, vagy egy bőrcseki, az hasonlóan készült ezek? Igen, csak más gépekkel készül, kisebb munkatélességű gépekkel és más technológiával. És milyen állatból? Minden állatból lehet csinálni, marhabőrből is lehet csinálni ruházati bőrt, de arra kell törekedni. Nem az általános? De általános is van. Csak nem szabad nagy súlykategóriás bőrökkel dolgozni, mert a rossz rács szerkezete nagy, és nem lesz esztétikus belőle. Tehát nem lehet úgy kitölteni cserzőanyaggal, és különféle kemikáliát, hogy az jól nézzen ki. És akkor ez milyen bőr? Ez jubőr. Jubőr, mert az kicsi. Igen, meg jubőrből van. Itt Simon Tornyán medicinlabdához is készítenek bőrt. Ez teljesen hasonló bánásmódban részesül, mint a focilabda alapanyaga, annyi különbséggel, hogy mivel a medicinlabdát főként teremben használják, vízállóságot növelő kémiai adalékanyagok használata nem szükséges. Továbbá, míg a focilabdánál elvárás a szabályos gömbforma, és ezért a bőrt egy úgynevezett blansírozó, avagy egy további finomítást végző gép is kezelésbe veszi, a medicinlabdánál ez a lépés is kimarad. A tornatermi szertárok kötelező kelléke, így bőrgyári pályafutását egy ilyen feszítő rámás szárítón fejezi be.
Később a labdagyárban még találkozunk a medicinnel, sőt azt is megmutatom, milyen anyaggal töltik meg, hogy elérje versenysúlyát, ám egy picit nézelődjünk még a bőrgyárban, hisz van itt érdekesség bőven, például a cipőbőr festése. Látunk már egy festési fázis, de akkor itt most van még egy fázis. Az a vizes festék, tehát a bőrnek az alapszínét adtuk meg. De ez akkor nem focilabda, amiről most beszélünk. Ez nem focilabda, amiről most beszélünk. Ez nem focilabda. Ez egy box jellegű bőr, amit szuriktongolni kell, tehát ki kell készíteni, úgy hívják ezt a festési formát, hogy kikészítés a bőrnek a szépítése. Megnézzük azt, hogy nem szabad csinálni ezt. Eddig ilyen szép nagy bőrök voltak, de most miattam ezt ide tették, hogy ezt nyugodtan fújkálni. Az a lényeg, hogy egyforma erővel kell a pisztolyt húzni, a következő... Amúgy a cipőm az kb, nem? Az igen. Így készült. Igen. Hát ezt a cipőt nem én csináltam, láthatóan egyébként. Milyen festék? Tessék? Milyen festék ez? Ez egy különféle anyagokból összeállított fedőfesték. Aha. És akkor ettől lesz olyan szép... Igen, ettől lesz szép fénye. Fekete színe. Jó. Most már elmentek bőrfestőnek. El. Csak megy ide. Kicsit gyakorolni még lehet hozzá. Kicsit elkalandoztunk, de tehettük, hiszen a cserzésen, faragáson, festésen, taszításon és blansírozáson átesett focibőrünk az elmúlt órákban a szárítón pihent. Ez a labdagyártás bőrgyári szakaszának utolsó fázisa, illetve majdnem az utolsó. Hát ez a nosztalgia labdabőr. Itt a vége fussávél, mondhatjuk. A vastagsága 1,8-2 mm, fél a darabolási formája. És barnára van. Tehát ugye ez akkor már mehet a labdagyárba, így ahogy miután van. Miután le van mérve. De ez fél, ez nem egy egész marha. Ez egész marha félbe van vágva. Most még meg tudja mondani egyébként, hol a feje? Na, megmondom én, mit szól hozzá. Ott a lába, ott a tőgye. Igen. Másik végén. De egyébként akkor ez a feje? Igen, a feje nincs neki, csak nyaka, mert a fejbőrt nem dolgozza. Akkor ez a nyaka, és akkor ott pedig igen, az a fara. Focilabda gyártásánál mire kell legjobban ügyelni, milyen bőr legyen, és mik azok a szempontok, amik... Ne legyen túl nagy testű bőr, feltétlenül jó legyen cserezve, zsírozva, és a vastagsága megfelelő legyen minden egyes részén, mert ugye amikor a labdaszereteket kiszabják belőle, és a labdát a végén fölnyomják levegővel, akkor nem lehet tojás alakú, nem lehet gömb alakú, az csak kerek lehet, mert másképp nem gurul a megfelelő helyre. Így van. Így áll a magyar foci is rossz helyen, mert valószínűleg nem magyar bőrből gyártják hozzá a labdát, és ezért nem megy a kapu. Na ezért Simon tornyára kell jönni, hogy ezt megfejtsük, akkor mehet végig, ugye mérjük le, hogy igen, elindítjuk a mérőgépet, a szálak átviszik a fény alatt. És a magyar foci is jó lesz innen. Reméljük. A gép fotocellák segítségével állapítja meg, mekkora a kikészített bőr felülete. A kijelzőn látható 156-os érték most azt jelenti, hogy körülbelül 1,6 négyzetméter a hasznos anyagunk. Mivel korábban ketté vágtuk a nagyjából 4 négyzetméteres satszolt marha bőrdarabot, az 1,6 négyzetméter épp 80%-os hasznosulást jelent a 2 négyzetméterhez képest, ami jónak számít. Ebből a darabból egyébként körülbelül 3 labda készül, de ez már a focilabdagyárban. Méretre kell leszabni, mert a panama, az alábélelt vászon, amit használunk hozzá, az 1,40x1,40-es a mérete, és ezért szigorúan le kell vágni a bőrt, el kell vágni kettébe, mert ugye nem tudom akkor kontrába tenni. Immár Gödön járunk, Magyarország egyetlen olyan üzemében, ahol még gyártanak focilabdát. Rózsika az üzemvezető a kezdeti lépéseket ecsetelte. A levágott bőrdarabra, mint mondta, egy panama, azaz egy nagyon erős szövetréteg kerül, amit egy extra gyorsan száradó és igen tartós latex ragasztóval rögzítenek a bőr húsoldali részére. Ez a panama nem engedi majd megnyúlni a bőrt. Régebben egyébként nem csak azért mentek gyorsabban szét a labdák, mert többet fociztak a gyerekek, hanem mert akkoriban a panama helyett még valamiféle vásznat vagy kreppanyagot használtak, és ezek nem voltak túl tartósak.
Ezeket a díszlabdákat egyébként, ezek azért nagyjából dísznek készülnek, azért úgy gyártják le, hogy akár focizni is. Természetesen használják focizásra is, de ugye nem meccsekre, hanem ilyen régi, hogy mondják ezt, hát a idősebb focik, igen, idősebb régi futballisták, akik azt szokták óvatosan. Nem baj, finoman. Jó, kicsit gyorsabban, Erika, mert nagyon szárad. Nagyon intenzív, közben ugye az a tévén keresztül nem lehet, hogy nagyon intenzív szaga van, és rettenetesen bántja a szemet. Igen, szóval és nagyon gyorsan kell vele dolgozni, mert nagyon szárad. A panamát két rétegben teszik fel. Fontos, hogy jól el kell simítani a vásznat, nem maradhatnak egyenetlenségek. Szépen átfordítsuk. Na és akkor itt a nagy varázslat. Fölösleges panamát körbe le kell vágni. Valami nagyon zajos géphez tartunk, ugye? Igen, ez a vasalló. Itt is vagyunk. Gép. Ezt a készen, a panamát, amit ráragasztottunk, azt most el kell vasalni. Egyébként, bocsánat, aki látott már szétrugott focilabdát belülről, annak ismerős lehet ez a szövet nagyjából. Tehát így van, ez a szövet tartsa össze az egészet. Majdnem azt lehet mondani, hogy tovább tart, mint a bőrlabda, vagyis a bőr, mert ugye ez egy szövet, ami a tartsa a bőrt, hogy ne nyúljon el a bőrfocilabda. Ennek a vasalógépnek 200 atmoszférára felnyomjuk, 60 fokon, és ez teljesen ráfréseli a panamát, hogy rá süljön szinte a bőrre a panama. Először csak a fele nagyságot tudom megcsinálni, mert akkora fér a vasalógép alá. A vasalás után újabb ragasztó réteget kap az anyag, ekkor már egy hígabb ragasztót használnak. Ezt úgy nevezik, hogy lekötés, így már biztos, hogy a bőr és a panama nem válnak el egymástól. Most ezt föltekered, beteszed, lehúzod, ebből egy komplett labda. Komplett. Jó? Na. Gödön megváltozott munkaképességű dolgozókat is foglalkoztatnak, Rózsika épp az egyik süketném a munkatársának ad utasításokat, aki a labdakészítés következő fázisaként egy speciális gépen, sablonok segítségével a bőrből kivágja a nosztalgia labdához szükséges 18 szeletet. A szeletelés során a gép már a varrás segítő lyukakat is kifúrja, az egyik darabba pedig a szelet nyílást is beüti. Ha megvannak a szeletek, következhet a labdakészítés legfontosabb és egyben legnehezebb része, a varrás. Ehhez természetesen ma is tűtés cérnát használnak, ám azért, hogy a cérna könnyebben átmenjen a lyukakon, első lépésben levékonyítják, vagy ahogy itt mondják, kihegyezik azt. A cérnát még viasszal is bekenik, ez növeli az ellenállóságát. Ha mindez megvan, kezdődhet a munka. A tűn és a cérnán túl a labda varrás fontos kelléke még az úgynevezett csikó. Ez egyfelől ülő alkalmatosság, másfelől fejrészébe, mint egy satuba befogható az épp varrás alatt lévő rész. A 18 szeletből először 6 darab 3-as szelet készül, utána pedig ezeket a 3-asokat varják össze, így lesz meg a gömbforma. Kettőt állva, kettőt oldalra és akkor egyet a tetejére. Csak így jön ki a labda. Mindez egyszerűnek hangzik, ám nem az. A labda varrásra különösen igaz a versor. Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetéséhez. Ez a tevékenység nagy odafigyelés, türelmet és komoly fizikai erőt is igényel. A kezdeti próbálkozások szinte garantált kudarcot jelentenek. A legnagyobb megterhelés az ujjakat éri. A bőrgyűszű használata szinte kötelező. Hát persze, nekem ezért nem ment egyébként. Hát ezt most már tudom. Ezeket fölvesszük, már mindjárt könnyebb lesz. Kis újra való. Ez ide való. Na jó, rockeres. A focilabdagyártás mára igazi globális üzlet lett. A legnagyobb sportszeripari cégek szinte minden nagyobb világversenyre előrukkolnak egy új fejlesztésű labdával.
Ezek súlya már csupán néhány deka. A röppályától kezdve a víztaszító képességen át minden fizikai tulajdonságukat hónapokon át laboratóriumban tesztelik. Bár a legmodernebb szintetikus labdák darabjait már gépek ragasztják össze, a bőrlabda varrása még mindig nem találtak ki automatizált megoldást. A labdarúgással szemben labdavarrásban bizonyosan komoly eséllyel indulnánk a világbajnokságon, már ha lenne ilyen. A gödi labdavarró hölgyek ugyanis egy nap alatt két labdát is elkészítenek, fejenként. Ön tudja, hány labdát csinálok meg egy nap? Egyet sem. Viszont sok gólt tudok rúgni. Még a tűságyó a kezedbe. Hasonlóan készül a medicinlabda is, amiben viszont más, ebben nem felfújható belső, hanem a súlyt adó töltőanyag kerül. Méghozzá textilipari hulladék, ez valamiféle műszál, valamint mosott homok. Az 1 kilós medicinlabdához például gramra pontosan 30 deka. Itt van rajta egy kis bőrdarab, ez végig rajta van. Az mindenféleképp maradjon rajta, mert az nekünk a súlyba beleszámol a befejezésnél. Mert csak úgy tudjuk befejezni ezt a labdát, hogyha a nyílását egy bőrdarabbal eltakarjuk. És a kimaradó darab az még ott van rajta. Igen, igen. Tehát az a plusz súly, amit mi majd belerakunk bőrdarabot, azzal van belemérve a homok. A töltés során a műszálat és a homokot jól beledöngölik a labdába, majd mikor megvan a kívánt súly, megtörténik a lezáró varrás. Elsőre talán furán hangzik, de az eszköz sokan nem csak a torna, hanem matek órán is használják. Az olykor sok bosszúságot okozó római számok nagyobb értékei a medicinlabda másolhangzóinak segítségével ugyanis könnyebben memorizálhatók. Nosztalgia focilabdák időközben szinte kész. Mind a 6 darab 3-as szelet a helyén már csak a lezáró varrás hiányzik. Ezen a ponton kerül a labdába a gumibelső, amit egy speciális ragasztó segítségével illesztenek a helyére. A lezáró varrónak nagyon kell vigyáznia, hogy a varrás során ezt ne szúrja át. A belsőt visszahúzom, és kívül megmutatom, jó? Hogy látszódjon, hogy mit csinálok a belsővel. Tehát így összecsavarom. Ezt a belsőt így összecsavarom, így. Ezt csinálod bent? Ezt csinálom a labdában, itt belül. Minél és kisebb, utána, annál kisebb az eső. Erről van szó, és nem szúrom át az áthúzóval. Uh-huh. És ezt így, ahogy van, leteszem ide a belső részhez. Ahol a szelep van. Erről van szó, így van. Tehát ezt így megfogom, tehát gyakorlatilag már most belerakhatom, így. És egy a lényeg, hogy amikor ez már lent van itt az alján, a tenyeremmel leszorítom. Hogy ott is maradjon. És hogy ott is maradjon, és összeszorítom a labdát. És akkor ezt pedig összevarrom. Így van, és innentől kezdve ezt a részt varrom össze. A befejező varró teszi fel tulajdonképpen az íre a pontot. Neki nem csak arra kell figyelnie, hogy az utolsó darabok is megfelelően illeszkedjenek, rajta múlik a labda végső formája is. Itt különös ügyesség és erő szükséges, hisz ezen a ponton ő még rendbe teheti a varrás korábbi fázisai során keletkezett esetleges egyenetlenségeket, avagy itt lesz minden gömbölyű. Az a jó, amikor az én varrásom is olyan varrás, amit vízszintesen csinálnak a lányok, tehát a kollégák, vízszintesen csinálnak, tehát amikor én befejezem, azt nem lehet látni. Tehát az a jó, hogyha a varrásból semmi nem látszik. Így van. A befejezés olyan, mint egy bűvésztrükk. A labdavarró két öltésnél először két hurkot csinál. Leginkább arra kell ügyelnie, hogy ne szúrja össze a cérnákat, mert azoknak végig szabadon kell mozogniuk. Amikor megvan a két hurok, még csinál kettőt. Ha eddig nem is, itt a külső szemlélő már stílszerűen biztosan elveszti a fonalat, és azt már csak jó sok öltéssel, áthúzással és hurokkal később veszi fel újra, amikor is a megmaradó szálakat két csomóval elköti a labdavarró. Ezután a felesleget levágja, a pici kilógó részt pedig kis mozgatással egyszerűen a labda belsejébe varázsolja. Itt a kész labda. Profi. Rúgtál meg volt saját labdába? Simán. Nem is egyet. Az elkészült labdákat végül természetesen ellenőrizni kell. 0-4, 0-8, attól függ, minden labdának más, nem szabad túlfújni. Szép. Úgy néz ki, hogy szép lett. Tudja, mit ha abban a kis kapuval be tudom rúgni, akkor jól dolgoztunk. Így van, igazán. Sima ügy.